Majdnem tökéletes gurítás Tálas Miklóstól, a még mindig aktív tekéző éppen ma ünnepli 75. születésnapját, természetesen kedvenc sportjával a tekecsarnokot második otthonának tekinti. 82-ben belátogattam például a tekecspályára, igaz, hogy nem ez a pálya volt, még akkor nagyon bitumenes pálya volt, meg állítani kellett a bálukat, de hát az más világ volt, és végül is itt rakadtam. Tálas Miklós szenvedélyét szeretnék kortársaival is megosztani. A Nyíregyházi Sportcentrum Szépkorúak klubja számára szervez minden csütörtök délelőtt tekézést a Városi Stadionban. Alkalmanként közel 50-en jönnek össze gurítani. A sportcentrum azonban további sportlehetőségeket is kínál az idősebbek számára. Télen a teke mellett jogázni várják az 55 év feletti korosztályt. Májustól novemberig pedig teniszezni, pingpongozni és kocogni is lehetőség van. A résztvevőket pedig nem csak a sport szeretete vonza, a jó hangulat és a közös időtöltés talán még fontosabb. Mindenki tegező viszonyban van, mindenki szereti egymást, régi kollégákkal találkoznak itt, hiszen egy valaki 20-30 évvel ezelőtt látta utoljára a volt munkatársát, és itt azóta örömmel jönnek, és mindig kibeszélik magukat. Számtalan olyan eset volt, hogy akár már szakácskönyvet ki lehetne adni arról, hogy pingpongozás közben két hölgy beszélget arról, hogy mit szoktak főzni, a teljes receptet az ablak alatt lehet hallani. A Sportcentrum Szépkorú a klubja 9 éve kínál sportolási lehetőséget az idősebbek számára, 460 tagjával a legnagyobbnak számít az országban. Többen még ma is nem csak hobbiként tekintenek a sportra, sokan közülük érmekkel, serlegekkel térnek haza egy-egy Szépkorúak számára rendezett megmérettetésről.